pontyos filmek után most következzék egy igazán finom horgászat. Jelenleg a diósjenői horgásztavon vagyok, amelynek messzeföldön híres a Keszeg állománya. Sok neves horgászverseny helyszínből is szolgált már ez a tó. Igazi fellegvára ez a finomszelékes horgászoknak. Itt fogok a mai nap folyamán féderbottal horgászni, és remélhetőleg a tóban élő keszegfélékből minél többet kifogni. A keszeghorgászatok során az alapfelszerelés, azaz a láda elhelyezését követően minden esetben az eredetanyag bekeverésével kezdek. A féderezés során használt keszeges eredetanyagokat mindig a horgászat megkezdése előtt aznap reggel szoktam bekeverni a vízparton. Itt nem jelent problémát az, hogy esetlegesen marad néhány felszálló szemcse, és nem nedvesedik át tökéletes módon minden alkoteleme, ellentétben a pontyos keverékekkel, amelyeket ugye célszerű akár már előző este bekeverni. Itt a felszálló szemcsék utat mutathatnak a víz közt tartózkodó halaknak, és lecsalogatva őket a medelfenékre vagy a csali felkínálás helyére. Egy olyan receptet fogok most használni, amelyet egyszerűen imádnak a dévérek. Ennek két fő alkoteleme a nagy dévér és a top 1 blémetetőanyag. A törőszitán található további adalékanyagokról essék szó majd az etetőanyag bekeverése közben. Ez egy barna színű, finom szemcsés, nagyon intenzív illatú és kellemes édes ízű keszeges keverék, amelynek spekulációs az aromája. Imádom ennek az illatát. A másik egy professzionális versenykeverék, ennek köszönhetem egyébként a 2013-ban a Velencei tavon megszerzett Féder magyar bajnoki címemet is. Ez tökéletesen kiegészíti a nagy dévéretetőanyagot. Ez egy világosabb színű, több apró fluormorzsát tartalmazó, de inkább naturális jellegű etetőanyag, olyan keverék, amely nincs túl ízesítve, nincs túl aromásítva. Akkor is hatékony, amikor egy feltetett pályán horgászunk, amikor már csak a legfinnyásabb, legóvatosabb halakat lehet megfogni. A keverék megnedvesítése előtt már is rátörök egy zacskó löszös agyagot. Ennek az a szerepe, hogy a szemcséket egy kicsit körbevéve lesúlyozza azokat, és oldódás közben egy intenzív füstöt, egy intenzív felhőt képezzen. A dévér nagyon szereti azt, amikor az eredetanyag egy látványos felhőt képez, ez még vonzóbbá, még attraktívabbá teszi számára, és emellett a lesúlyozott szemcséket nem tudja az áramlat túlságosan nagy területre szétszórni. Még egy fontos adalékanyag kerül hozzá a megrendesítés előtt, amely nem más, mint az édesítőszer. Ebből pont egy kupaknyit fogok rátenni. Így pontosan mindig kéznél van a mérőeszköz is. A dévérkeszeg az egyik olyan halfajta, amely 15 Celsius fok alatti vízhőmérsékletig megőrül az édesért. De nyári időszakban is használjuk, de akkor nincs ennyire látványos hatása. Hogyha a hidegvízű horgászatok során beletesszük az édesítőszert, brutális. Nagyon hatékonyan hozza a dévért. A bekeverés meggyorsíthatja, ha fúrógépet használok, ezzel könnyedén gyorsan átkeverhető a teljes száraz keverék. A vízzel való bekeverés előtt egy flakon nagy dévér aromát öntök mindehhez. Van, aki az aromát az eredetanyagok bekeveréséhez használt vízhez önti. Én úgy vélem, hogy így a legtöményebben ráöntve, így jut el legintenzívebben, leghatékonyabban a szemcséghez, így tudják azt beszívni, és a későbbiek folyamán magukból oldulás közben kiadni. Ismét az egészet átkeverem. Ehhez jön a víz, ez is pontosan ki van mérve. Kezdésnek kettő flakon, azaz összesen 500 ml vizet kell hozzáönteni. Ehhez tökéletes az aromás flakon. Újabb keverés. Egy gyors törőszitán való áttörést követően hozzákerül az utolsó adalékanyag. A törőszitán való áttörésnek itt a lényege, hogy ezeket az apróbb, nagyobb gödröket is eltüntessük, homogenizáljuk. Már majdnem kész. Mint ahogy említettem, egyetlen egy adalékanyag kerül már csak hozzá, amely nem más, mint a fluormorzsa. Ebből is a trikolor, azaz a három szín változat. Ebből nem kell a teljes mennyiség, elegendő csupán fél zacskónyi. Ez azért kerül bele,
mert ezek olyan nehéz szemcsék, amelyek száraz állapotukban is garantáltan a medelfenékre süllyednek. Tehát ezek felelősek azért, hogy a későbbi érkező, mert nyilván a dévelek között is vannak termetesebb egyedek, amikor odaérkeznek az esetlegesen már leürült etetésre, akkor is találjanak olyan nehéz szemcséket, amely felkelti az érdeklődésüket, és ott tartja őket addig, amíg remélhetőleg rá nem találnak a róla tűzött csajra is. Még egy utolsó keverés. És kész. Elkészült az igazán színes, ízes, intenzív aromájú dévéres keverék. Remélem nem tudnak ellenállni neki a keszekfélék. Azt, milyen jó húzós kapás. Nem is tűnik rossznak az első dévérkeszeg. Ezen tudom megítélni, hogy mekkora, hiszen nincs tapasztalatom az itteni horgászatban, de az biztos, hogy ha dévérkeszeg lesz, akkor nem lesz rossz. Szépen komótosan úszik jobbra. Azt a mindenségét! De jó ég! Az első dévér. Ez igen. Kezdésnek mindjárt ilyen nagyot. Gyönyörű hal. Hatalmas lafát dévérkeszeg. Hát nem véletlen híres a Diósjenői tó a dévérkeszegjeiről. Köszönöm szépen az első halat. Természetesen mindegyiket kivétel nélkül visszaengedem. Nem tartok meg egyetlen egy darabot sem, viszont van mellettem egy halszámláló, amivel szeretném nyomon követni, hogy mennyi alatt fogok a nap folyamán. Megtörtént az egyes leütés. Következzen az a felszerelés, amelyel a mai nap folyamán horgászok. Ehhez egy 3,90 m hosszúságú Team Fader Super Sensitive Faderbotot fogok bevetni. Ez abszolút a finom horgászatokhoz kifejlesztett horgászeszköz, amely három különböző hosszúságban készül. 3,3, 3,6 és 3,9 méteres hosszúságokban. Azért a leghosszabbat választottam, mert a legrövidebb családtaggal olyan 20 méterig lehet igazán kényelmesen horgászni, a 3,60 m változattal 20 és 40 méter között ideális, míg a nagyobb dobótávolságok elérése pedig ezzel a 3,90 m bottal tökéletesen megoldható. Most a meghorgászandó távolság körülbelül 40 méter lesz. Ezt ugye egy 3,60 m bottal már el lehetne érni, de hogyha a jelen pillanatban tükörsima víz elkezd fodrozódni, feltámad a szél, akkor már sajnos a pontos dobótávolság nem kivitelezhető egy rövidebb bottal. Szükség van a nagyobb tartalékokkal bíró hosszabb botra. Ezért választottam a mai nap folyamán ezt a hosszúságot. Erre egy 50-es méretű Team Fader Super Sensitive orsót tettem, amely dobjára 20-as monofil főzsinort csévéltem. Ezen a boton már rajta van a végszerelék is, nincs más teendő, mint a bottagokat összeilleszteni, és akár már kezdődhetne is a horgászat, de szeretném előtte bemutatni ezt a végszereléket, amelyet a mai nap folyamán használok. Ugyanis ez nem csak a keszek horgászatok során, hanem a versenyszerű horgászatok során is maximálisan megállja helyét, hiszen minden fontos szabálynak tökéletesen megfelel. We'll be right back.
Ha 20 méternél távolabb horgászok, akkor minden esetben használok dobóelőkét. Ez lehet monofil, vagy éppen fonott. Jelen esetben egy Nevis Winner Carp Line 30-as zsinort fogok ehhez használni. Ez egy kifejezetten merev zsinór, amely kiváló erre a célra, de nem csak ezért választottam, hanem mert átlátszó, így a vízben a végszellék első pár métere tulajdonképpen láthatatlan. Ezzel is elaltatva az óvatos halakgyanakvását. A két zsinort, amellyel rögzítem, az a már jól ismert dél-afrikai csomó lesz. Ez elsőként képezek egy hurkot a főzsinórom, amely során a két zsinórszál duplán van véve. Jól látszik ez a kis hurok, amely önmagára fog majd rászorulni, de mielőtt ez megtörténne, belebújtatom a vastagabb zsinór véget. Így. Próbálom úgy mutatni, hogy a lehető legjobban látszódjon. Hát kell fordítanom. Most ezt szépen meghúzom. Jól látszik, hogy a főzsinór dupla szállal kapaszkodik a vastagabb monofil dobelőke zsinórba. A vastagabbik, tehát a dobelőke zsinórszálát visszahajtva, itt a kötésnél, a leendő kötésnél lefogva, elkezdem tekerni. 1, 2, 3, 4. Ennyi mindösszesen elegendő. Majd ebbe a kis lyukba visszabújtatom. A meghúzás előtt célszerű megnedvesíteni, majd a két szabad zsinór véget megfogva meghúzni. Ez egy nagyon biztonságos csomó, és ami ettől talán még fontosabb, hogy a fő zsinórunk szakító szilárdságát szinte teljes mértékben megőrzi. A felesleges zsinór darabokat levágom, viszonylag röviden. Talán a legfontosabb csomó elkészült, nincs más teendő, mint feltekerni az olsó dobjára a főzsinort, vele együtt a dobelőkét, amelynek hossza. Nagyon egyszerű ennek a hosszát meghatározni, ugyanis megvárom, hogy beérkezzen a csomó az olsónak a zsinórvezető görgőig, ez most megtörtént. Majd megfogom a zsinór végét, és ideillesztem szintén a zsinórvezető görgő mellé, és elvágom. Az ideális dobelőke hozt így megkaptam. A végszerelék elkészítéséhez szükség van egy olyan karabineres forgóra, amely elbírja az eretőkusarat. Ezt fűzöm fel elsőként a dobelőkére. Majd következzék egy gumiütköző. Végül jön egy féder miniforgó. Féderforgót két ujjunkkal megtartva, a dobelőke zsinort kb. 25-30 cm hosszúságban vegyük párhuzamosan. Már is megmutatom, hogy miért van erre szükség, ugyanis elkezdem sodorni a két zsinórszálat egymás mellett. Amikor az első pár menet elkészült, akkor fel lehet ezt gyorsítani azzal, hogyha megcsorom a zsinórszálakat, akkor egymás mellé rendeződve jön létre az a fonat, amely egyben gubancgátlóként is fog funkcionálni. Nem könnyű ezzel a vastag zsinórral bánni, de a végeredmény, amikor elkészült, fáradozásainkat maximálisan kárpótolja. Na és ugye, amikor létrejött ez a szép hosszú fonat, akkor elérkeztünk addig a pontig, hogy oké, de meddig tekerjük? Mi az ideális hossz? Ez sem a véletlen műve, van egy mérőszalag nálam, amely segítségével ezt pontosan meg tudom mérni. Nekem a 15 cm-es hossz vált be a legjobban, nincs más teendő, mint egy kötéssel ezt rögzíteni, nehogy a két szál kibomoljon. Ehhez egy duplán vett kötést használok, és ezt jól meghúzom. Megkaptam azt a duplán vett szálat, amely a 30-as zsinórnak köszönhetően már 60-as, ez tökéletes gubancgátlóként is funkcionál. A felesleges zsinórdarabot felülről levágom, majd a gumiütközőt a csomóig húzom. A karabineres forgó ennek fog neki ütközni, fontos, hogy olyan méretű gumiütközőt válasszunk, amilyen természetesen nem tud átcsúszni a karabineres forgó forgós része. A karabinerbe beakasztok egy eretőkosarat, így, és a kis fédel forgóba pedig belefűzök egy horogelőkét. És elkészül az a végszerelék, amely mind a keszekhorgászatban, mind pedig a versenyszerű horgászatban minden kritériumnak megfelel. A
lesüllyedő csalit vette föl. Az eredményes keszekhorgászat nem a lusta horgászok sportja. Ez egy aktív, pörgős, folyamatos dobásokkal kombinált horgászmódszer. Ennek a sikerének az egyik kulcsa a pontos, precíz horgászat. Ehhez mindkét végszerékemet azonos távolságba fogom kihúzni. Ezt régebben úgy oldottam meg, hogy a parton futkározva próbáltam meg a két kosarat egymás mellé helyezni. Van ennek egy egyszerűbb módja, ráadásul versenykörülmények közepette nem is lehet elhagyni a szektort. Már is megmutatom, hogyan csinálom ezt. Ehhez szükség van két segélyeszközre, pontosabban háromra, mert szükség van két leszúrókalóra és egy távolságjelölő kötélre. Most viszont erre nincs szükségem, ugyanis a stégen van két ernyőtartó. Megmértem, ezek távolsága 3 cm hiány 5 méter. Tehát pont ideális arra, hogy a leszúrókalók elhelyezése nélkül ki tudjam jelölni azt a távolságot, ahol horgászni fogok. Ez most kereken 40 méter. Már is megmutatom, hogyan történik ez. A kosarat az egyik csőre ráhelyezve, a zsinót feszesen tartva, a másik csőre ráteszítve, szépen elkezdem tekergetni. Ugye, hogyha egy tekerés 5 méter, akkor ezt 8-szor kell megtennem, ahhoz, hogy 40 métert megkapjam. Most tartok 2-nél. 3, 4, 5, 6, 7, és itt a 8. A bocs pizza a cső mellett van, szinte a kosár mellett. A főzsinort pedig be kell akasztanom az ósó dobján található egyik klipszbe. A kiakasztott főzsinórnak köszönhetően mindig pontosan azonos távolságba fogok tudni dobni. Ahhoz, hogy pontosan egy területet horgásszak meg, nincs más teendő, mint a túlparton egy támpontot kiválasztani. Nagyon precízen, szinte 1 méter sugarú körbe lehet így gyűjteni majd a halakat. Természetesen a másik botomat, annak a főzsnórját is azonos távolságba fogom ugyanígy beakasztani. De előtte a főzsnort visszacsévélem az ósó dobjára. We'll be right back.
A keszekhorgászat minden esetben alapozeretéssel indul. A víz nem túl meleg, olyan 10 Celsius fok körül lehet, tehát túlságosan nagy alap még nem szükségeltetik. 5, maximum 8 dobást fogok végezni, ugyanazzal a kosárral, amivel horgászok. Az alapozás során túlságosan sok élőanyagot nem fogok beletenni, de mindenképpen rakok bele azokból, amelyekkel a horgászat során horogra tűzve a keszegjeim már találkozni fognak. Ez nem más, mint darabolt giliszta, kevéske csontkukac, némi báb és apró szúnyog. Ezeket elkeverem és így töltöm a kosárba. Mivel alapról beszélek, ezért túlságosan tömören nem töltöm meg a kosarat, pont azért, hogy a maximum 1 perces várakozási idő alatt is kioldódjon a kosár tartalma. Van egy támpontom a túlparton egy gémmel, egy gyönyörű szép nagy madárral, nem tudom meddig fog ott maradni, de van előtte egy bent maradt karó, amely kiváló támpont. Minden apró részletre ügyelni kell, a bedobás után, hogyha egyből megrángatjuk a zsinort, vagy megpróbáljuk a kosár tartalmát kiüríteni, akkor egy csíkban fogjuk tudni csak elhúzni annak tartalmát, ez nem jó. Tehát mindenképpen várni kell egy kicsit, ez minimálisan 30 másodperc, de inkább 1 perc legyen, akkor tud annak tartalma szépen kiürülni. Majd a megrángatás során érzem, hogy szépen ki is jött. Hogyha a kosarat üresen tekerjük ki, akkor mindent jól csináltunk, mint az itt látható módon. Minden bedobás után elindítom a stoppert, maximum 5 percig hagyom bent a kosarat, sőt, hogyha felpörök a horgászatnak az üteme, akkor 3 percenként újat dobok. Keszekhorgászat, ahogy említettem, egy pörgős, gyors horgászat, mert itt nem az a lényeg, hogy meddig tudjuk bent tartani a végszelékünket, és előbb-utóbb megérkezik majd egy természetesebb hal, főleg, hogyha porcsalival horgászunk, tehát szúnyoglárvával, gilisztával, akkor előfordulhat az, hogy 5 perc után már az üres horgot őrizzük. Pont ezért nagyon fontos, hogy újra dobjunk, újra frissítsük, és a folyamatos ritmusos dobásokkal egyébként egy adott pontra is tudjuk koncentrálni a halat. Egy perc, 43 másodpercnél volt a kapás. Szúnyogláros csajnak nincs párja. Főleg úgy tudom, hogy ez a tó egyébként iszapos, és ebben a lágy iszapban sok árva szúnyoglárva él, tehát pont olyasmi, mint amit horogra is tűzök. Tehát természetes táplálékának is tekinti a hal, azért fogyasztja szívesen. Nagyon fontos dolog, főleg, hogyha föltámad a szél, hogy hogyan tudjuk elsüllyeszteni úgy a zsinort, hogy annak a lehető legkisebb hasa legyen. A bedobás után a megfeszített zsinort egyből lenyomom víz alá, a bocs piccével. Ha kell, akár a botnak az első egyharmadát is víz alá nyomom, annak érdekében, hogy minél mélyebbre húzza be a zsinort, és a lehető leggyorsabban elsüllyeszte azt. Nagyon fontos, hogy nem rángatom, nem húzgálom a zsinort, a becsapódás helyén ott hagyom a kosarat, és ehhez igazítom úgy a zsinort, hogy az a lehető leggyorsabban felvegye a kontaktust, a spic a végszerelékkel. A Super Sensitive Fader botok 3 különböző erősségű spiccel kerülnek forgalomba, 0,5, 1 és 1,5 uncia terhelhetőséggel. Gondolkodtam azon, amikor még tükörsima volt a víz, hogy a leglágyabb spiccet teszem bele, de mivel 40 méter a meghorgásztanó távolság, úgy ítéltem meg, hogy legalább az egy unciás spic szükségeltetik.
Most látszódik, hogy a víz, hogy elkezdett áramlani, feltámadt a szél, már ez az egyunciás pic is, bármennyire is próbálom óvatosan kezelni, nem feszíteni túl, akkor is meggörbül. Azt szeretem, amikor szinte minimális görbülete van a spicnek, vagy nincs görbülete, akkor lehet legjobban érzékelni a kapást. Tehát most ilyen körülmények közepette inkább a másfél unciás spic lett volna az ideális. A lágyabb spic előnye viszont, hogy az óvatos kapásokat is jelzi. Ez kifejezetten az volt, tehát nem volt az a botgörbítős kapás, hanem kettő apró finom belehúzás volt, és láma hal megvan. A botfejlesztésekben is aktívan részt veszek, tudom nagyon jól, hogy mennyire nehéz az adott igényeknek tökéletesen megfelelő botot készítetni. Ugye most én egy olyan bottal horgászom, amely szuperszenzitív névre van keresztelve, nem véletlen, hiszen az abszolút finom horgászatokhoz készült. Ennek ellenére egy olyan botról beszélünk, amelynek az első egyharmada kellően gerinces, azért, hogy a nagyobb súlyokat, vagy a feltámadó, felerősödő szélben is gond nélkül be tudjuk a végszelékünket a kívánt helyre dobni. Ugyanakkor kellően lágy a spicce, kellően lágy a bot első kétharmada ahhoz, hogy a kapás jelezze, és a finom, akár a legkisebb horgokkal ellátott végszelékek esetében is gond nélkül partra tudjuk segíteni a megakasztott halakat. Legyenek azok bármekkorák. A pontos dobás, majd zsinós hülyeztés után van még egy másik nagyon fontos dolog, amelyet érdemes megemlíteni, ez nem más, mint a bot elhelyezése. Nem véletlen alkalmazom ezt a bottartó rendszert, hiszen az elsőleges célja az, hogy nekem tökéletes módon kézre álljon. Ugye látszik, hogy semmilyen plusz felesleges mozdulatot nem kíván a zsinór elsülyeztése után, hogy ráhelyezzem a bottartóra. Ennek köszönhetően értékes másodperceket tudok úgy megspórolni, hogy nem kell keresnem a bot helyét. Illetve kapás során minden kéznél van, úgyhogy közben mégsem lököm le azt. Ez is egy fontos szempont. Van még egy másik szembetűnő dolog, amely talán a hétköznapi fegyelzők számára szokatlan. Ez nem más, hogy miért van olyan közel a bot spicce a víz felszínéhez. A finom érzékeny botokkal való horgászat során minél közelebb helyezzük a bot spiccét a víz színéhez, annál szembetűnőbb, annál kontrasztosabb a kapás. Hogyha ezt most felhelyezném az égbe egy kis túlzással, akkor sokkal nehezebben érzékelném a kapást, mint amikor le van rakva a vízfelszín közelébe, ahol tulajdonképpen a víz tükröződése is segít a finom kapások érzékelésében. Egyfajta hátteret ad a vékony spicnek. Ha már erről a rendszerről beszéltem, nem véletlen alkalmazom ezt a bottartó fejet, amely során, hogyha megfogom és finoman meghúzom a bot spicét, lerakom, abban a pillanatban a megmozduló csalira szinte ráugrik a környékében tartózkodó hal. Ez is egy apró, de fontos praktika. Egyébként ezt olyan egy perc után szoktam alkalmazni, egy másfél perc után, hogyha nincs kapás, akkor érdemes megmozdítani a spiccet, érdemes egy kicsit meghúzni a zsinort, és lám, a fenéken megmozduló csalit, már is egy éhes keszeg eszi meg. Egy újabb hasznos praktika fog következni, előfordul, hogy az 50 cm-es előke rövidnek bizonyul. Mikor tudjuk ezt lemérni, hogy rövid vagy kellő hosszúságú egyáltalán az előkénk? Hogyha több olyan rontott kapásunk következik be, mint ami nekem most érzékelhető volt, amikor egyszerűen húzza-húzza, de nincs meg a hal. Ez abból is adódhat, hogy nagyon óvatosan finoman táplálkozik még a hal, és egyszerűen több idő kellene neki, hogy a lehető legkisebb csalit is fel tudja úgy venni, hogy az égő meg is akadjon neki. Így most lecserélem az előkét egy hosszabb,
nem 50, hanem 75 cm hosszúságúra. És megnézem, hogy ezzel a megakasztott halak aránya javul-e. Hosszabb előke. Itt a hosszú előke eredménye. Már is az első kapás tökéletesen ült, olyannyira, hogy a horogszabadítóval kell majd kivennem a hal szájából a horgot. Jól látszik, hogy a szúnyoglárvas halival lehet a leggyorsabban halat fogni, viszont kezd elaprózódni a halak mérete, tehát nem kifejezetten nagyok. Egy gyors, élménydús, pörgős pecát lehet ezzel csinálni, de most nem verseny van. Szeretném a halak méretét növelni, ennek alapvetően két módja van. Az egyik, továbbra is maradok a szúnyoglárvas hali mellett, viszont majd megmutatom a következő dobás során, hogy milyen trükköt alkalmazok. Most ugye precízen, pontosan mindig egy helyre próbáltam dobni, annak érdekében, hogy a halakat koncentráljam, és egy adott pontra gyűjtsem. Mielőtt a következőt megfognám, azonban megmutatom azt a trükköt, amit a következő dobásnál fogok alkalmazni. A klipszbe beakasztott főzsnort egy fehér zsinórjelölő filccel megjelölöm. A fehér csík nagyszerűen megmutatja azt, hogy hova volt beakasztva az orsó klipszébe a főzsnor. Ezt most kiakasztom, és ráhúzok 2 métert körülbelül. Tehát kiengedem a bot gyűrű közé a zsinort, és újra beakasztom. Ezzel egyértelműen az a célom, hogy az eredéstől távolabb, annak a külső peremét megnézzem. A csali ugyanúgy maradt szúnyoglárva. 3-4 szemet szoktam feltűzni. És nagyon fontos, hogy amikor az eredés mögé nézek, attól távolabb dobok, akkor olyan etetanyagot dobok, amelyben nincs élő csali. Tehát teljesen üres eredetanyagot fogok oda dobni, ügyelve ezzel is arra, hogy ne húzzam szét a halakat. Ha túlságosan vonzó annak tartalma, akkor esetlegesen elhúzhatom, távolabbra csalhatom a halakat. Ezt viszont nem szeretném. Zsinort ismét elsüllyesztem és megnézem, megvárom, hogy mi lakik az eredetés mögött. Huszonkét másodperc telt el a bedobástól számítva, és már is elhúzta egy dévérkeszeg. Nem vagyok benne biztos, hogy nagyobb, mint az eddigiek. Az egyértelmű, hogy ő az eredetéstől távolabb, annak a peremét járta, és ahogy odadobtam, egyből fel is vette a csalit. Nem csúnya, de nem ám. Ezen főlelkesülve azért dobok még egyet. Ugyanúgy üres kajával dobok be, tehát semmi élőanyagot nem tettem a kosárba. Ötvenkét másodperc. Ennyi kellett a következő kapásig. Ez is egy szebbecske. Két dobás, csalizásra minden együtt nem egész 5 perc alatt. Két gyönyörű dévért adott. Érdemes megfontolni és megpróbálni mindezt. Bármennyire is csábító
az eretéstől távolabb való horgászat, azért óvatosan kell ezzel bánni, mert az eddig tudatosan precízen felépített etetést egy pillanat alatt szét lehet húzni, ezért bevetem a másik trükköt. Ugye eddig szinte kizárólag szúnyoglárvával, vagy szúnyoglárva giliszta csalival horgáztam. Most előveszem a másik végszerékemet, amelynek a horga egy lényegesen nagyobb méretű, 14-es, és ennek a horgára kizárólag gilisztát fogok tűzni. A kosarat is lecseréltem, a másik végszeréken található 25 g-os Tufty Fader helyére egy Special Round kosarat tettem, ennek súlya 30 g, amelyet ráadásul középütt szigetelő szalaggal betekertem. Már is kiderül, hogy miért. A horogra kizárólag giliszta kerül. A kisebbekből válogatok 2-3 szálat, és a végén tűzöm meg. Az eretőanyagból elhagyom a szúnyoglárvát, kizárólag darabolt gilisztát fogok belehelyezni. De oly módon, hogy először egy kis eretőanyag, ennek a közepén fogom beletuszkolni, majd újabb eretőanyaggal lezárni a darabolt gilisztát. Így garantáltan nem fog széthullani, a félig meddig lezárt kosárnak köszönhetően, és egy tömény koncentrált élőanyag bomba kerül bevetésre. Na végre! Hát erre a kapásra bizony lényegesen többet kellett várni, és azt sem érzem, hogy jelentősen nagyobb lenne a hal mérete, bár ez majd szákolásnál fog kiderülni. Viszont semmiképpen sem kisebb, mint a többiek, de jelentősen sem tudtam növelni a hal méretét. Hát ez a trükk nem hozott pluszt. De legalább megpróbáltam. Visszatérek a másik végszerékkel való horgászathoz. Ha megfogom ezt a gyévérkeszeget, úgy gondolom, hogy ez a mai napi utolsó halam lesz. 11 órakor kezdtem a horgászatot, most pedig délután 5 óra múlott, éppen most harangoznak, tehát 6 óra horgászidő alatt. Rápillantok a számlálomra, 52 darab hal van eddig a számlálón, tehát ezt megfogom, akkor ez lesz az 53. Megvan! Nyugodtan mondhatom, hogy egy rendkívül eseménydús, élvezetes, pörgős keszek horgászatban volt a mai nap folyamán részem. Ha ezt a darabszámot minimálisan fél kilós átlagsúlya számolom, akkor az minimum 25 kg hal 2 kg etetőanyag felhasználása mellett. Ha kedvet kaptak egy ilyen élménydús, pörgős horgászathoz, próbálják ki bátran!